Vide, Domine, afflictionem populi tui, et mihi te quemlis urus est. Emite agnum dominatorem terre, de petra deserti ad montem filie sihu, ut auferrat ipse iugum captivitatis nostre. Rorate, ciridere supere, et nubes fluanti justum. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Alleluja! Moab az én mosdótálam, Sarumat Edomra ráteszem,
Krisztel fölött, az erős városba kivezetel engem, Edomba kiirányítja léptemet, csak Te Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk, adj nekünk segítséget gyötrelmünkben, mert az emberi segítség mit sem ér. Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket, dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Mindenható Istenünk, Sionból jön közénk, hogy megszabadítsa népét. Nem hallgatható Sion miatt, míg el nem jön igaz megváltója, mint a hajnal a fény. Örvendezve örvendek az Úrban. És lelkemújjunk az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság paláskát terítette rám, mint vőlegényre, aki koszorút visel, mint menyasszonyra, aki ékszerettel vízíti magát. Mert amint a föld növényzetes sarjaszt, és amint a kert veteményt növel, úgy sarjaszt az Isten igazságot és dicsőséget minden nemzet előtt. Nem hallgathatok Sion miatt, és Jeruzsálem miatt nem nyughatom, míg föl nem kér igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint a fákja, nem tündököl. Meglátják majd a nemzetek igazságodat, és a királyok dicsőségedet, és új néven neveznek majd téged, amelyen az Úr ajka nevezel, dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejlész Istened kezében, neved nem lesz többé elhagyott, országodat sem hívják úgy, hogy pusztaság, gyönyörűségem lesz a neved, és országod émeny a szó, mert gyönyörűségét leli benned az Úr, és országodnak újra lesz ura, mert amint az ifjú nő veszi a leány, úgy vesz magához a te felépítő, és amint a kőlegény örül a menyasszonynak, úgy örül majd néked, Istened, dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Nem hallgathatok Sion miatt, míg el nem jön igaz megváltója, mint a hajnalfény. Az Úr lelke nyugszik rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Dicsér lelkem az Urat dicsérem, amíg élek. Zsoltár zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Fejedelmekbe ne bíztatok, de más ember fiában sem, mert nem tud segíteni. Lelkem száll és visszatér a korba, és még aznap meg semmisül minden terve,
de boldog, akinek segítője Jákob Istene, és akinek Istenben az Úrban van reménye. Ő alkotta az eget és a földet, a tengert és mindent, ami benne él. Hűségét megőrzi mindörökre, megvédi az elnyomottnak jogát. Az éhezőnek ő ad kenyeret, kiszabadítja az Úr a foglyokat, az Úr megnyitja a vakok szemét, az Úr fölemeli azt, aki elesett, az Úr szereti az igaz embert, a jövevényt megvédi az Úr, támogatja az árvát és az özvegyet, de elpusztítja a gonoszok útját. Uralkodik az Úr örökké, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr lelke nyugszik rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Testvéreim, a mai szentmisét a mondató szándékára végezzük. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, szolgáljon tökéletesen vesztelésül ez az áldozat, amelyben az Isten tisztelet teljessége rejlik számunkra, hogy megváltunk érkezését, megtisztult lélekkel ünnepeljük, Krisztus, a mi Urunk által. Olvasmány Malakiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk. Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélybe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám már jön is, mondja a seregek ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját, és ki maradhat állva, amikor megjelenik. Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstől szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak. Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, épp úgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt megérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő majd újra a fiak felé fordítja az apák szívét, és az apák felé a fiak szívét. Nehogy elmenjek, és átokkal sújtsam a földet. Ez az Isten igéje. Thank you.
az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte, nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilvánvaló az Úr van vele. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az egész advent az Úr eljöveteléről, a karácsonyra való várakozásról szól, de mégis úgy érzem, hogy a mai evangélium az különösképpen is erre készít fel minket. Egy születésnapról hallottunk, egy új élet világra jöttéről, és mindazokról az eseményekről, amik e körül a gyermek körül történtek. És ezzel már minden készen állt arra, hogy 2000 ezelőtt az Isten közénk születhessen. Mert hogyan is tudnánk körülni a betlehemi barlangistálóban megszülető Urunknak, ha a családja körében megszülető előhírnökének sem vagyunk képesek örülni. A rokonok és szomszédok együtt örültek Zakariással és Erzsébettel, akiket az Isten időskorukra ajándékozott meg egy olyan gyermekkel, akivel élete végéig ott is maradt az Úr. Már a neve, sőt a névadás körülménye is azt mutatják, hogy valami új, valami szokatlan van készülőben. A név, amit a rokonság adni akart a gyermeknek, Zakariás, azt jelenti, hogy Isten újra megemlékezett, míg a János név jelentése Isten megkegyelmezett. Szinte alig van különbség a két jelentés között, de ez az árnyalatnyi eltérés igencsak nagy jelentőséggel bír számunkra, mert a mi életünk is jóval több annál, hogy néha-néha felismerjük, hogy Isten újra megemlékezett rólunk. Keresztelő Jánosban Jézus előhírnökét tisztelhetjük, annak a Jézusét, akiben Isten egyszer s mindenkorra megkegyelmez számunkra. Így János neve lehet a biztosíték, hogy Isten idén is eláraszt minket irgalmával, nekünk csak be kell őt fogadnunk életünkbe. Amen. Testvéreim! Isten kinyilatkoztatása fényt hozott a bűn éjszakájában sínylődő világba. Az adventi hajnalok folyamán mi is kérjük az ő megvilágosító kegyelmét. Hogy kegyelmed fénye elűzze a lelkünkből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy tanításod világossága legyen útmutatónk és eligazítónk az életben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy életünk példájával mi is világossága legyünk embertestvéreinknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt testvéreinknek fényeskedjék örök világosságod. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy földi életünk után dicsőséget fénye bennünk is felragyogjon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, te meg nem közelíthető fényességben lakozol, add, hogy kegyelmeddel mi is eljuthassunk a mennyei dicsőség fényébe, Krisztus, ami Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Mindenható örök Isten, fiat földi születés napjára készülve egyre közelebb jutunk karácsony ünnepéhez, kérünk, hogy irgalmazzon nekünk az örök ige, aki Szűz Máriától testélettés és közöttünk élt, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek, és a teheteddel, emeljük föl szívünket. Követünk az Úrhoz, adjunk Úrunknak Istenünknek. Méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a Szűz Anya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újjongva találjon minket. És ezért mi is miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szelleme, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zenjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a teherből, halálodat hirdetjük, Urunk, ami el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljünk, és hirdetjük, hogy szeret minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat, hozzád mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, hogy hídben és szeretetben egyek legyünk egymással, egységben Ferenc pápánkkal, András püspökünkkel és Márton apátunkkal. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted, támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket és országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, Szent Norbert atyánkkal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét.
Őrizd meg szándékod szerint békétben, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletek. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
beteljesedett mindaz, amit Szűz Máriáról mondott az angyal. Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadító támasztott mi népünk, szolgájának, Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket, atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyáknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígér, hogy félelem nélkül is megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk, szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját, az üdvösség ismeretére, amit üzenetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Íme beteljesedett mindaz, amit Szűz Máriáról mondott az angyal. Könyörögjünk, Istenünk, mennyei jeledellel tápláltál minket, kérünk ajándékhoz megírgalmasan a te békéddel, hogy szeretett fiad eljövetelekor égő lámpánkkal méltóképpen vonuljunk eléje, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a rendház egyik régi állóórájára a régiek felírták, fölvésték, hogy tempus fugit. Magyarul ez annyit tesz, hogy az idő szalad. Most kezdtük az imént, szinte itt van a december elejé álmosság még a szemünkben, a fejünkben, és már is ma volt az utolsó adventi róráti szentmise. Megtapasztalhattuk, amit mindig is megtapasztalunk életünkben, hogy az idő az bizony gyorsan szalad. Az advent elején pontosan az önöknek írt körlevélben erről próbáltam egy kicsit gondolkodni, hogyan tudjuk hasznosan eltölteni. Egyik lehetősége volt az idő gyorsaságából egy kicsit fékezni, hogy hajnalodta korán eljöttünk és együtt imádkoztunk. Azt hiszem, hogy valamiféle különleges lelki töltődés volt ez mindegyikünknek. Köszönöm mindenkinek, aki
egyszer, kétszer vagy sokszor itt volt, és velünk együtt imádkozott. De engedjék meg annélkül, hogy nem kiemelném, de külön megköszönjem, van közöttünk egy kisgyermek, aki minden nap itt volt, azt hiszem 98%-ban biztos. Nagy Juliról van szó. Külön köszönöm, hogy mindig felköltél, és jöttél velünk imádkozni. Olyan jó érzés volt, és megmondom őszintén, hogy nekem magamnak a gyerekkoromat juttatta eszembe, amikor mi is, én is ilyen hajnalok hajnalán, önként, szabad szívvel. Valamit vissza csöpögtettél a mi szívünkbe, a te gyermeki tisztaságunkból. Ezt köszönjük szépen. A Jóisten nagyon sok jutalmat neked érted, neked és szeretteidnek. Nyilván hiszen mindig elkísértek. De mindenkinek nagyon köszönöm, aki eljött és együtt készülhettünk. Most pedig kérjük a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Áldjon és őrizzen meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmis áldozatot bemutattuk, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldása.